Most megmutatom, hogy kell hosszú boldog életet élni. Te is észrevetted, hogy a legjobb dolgok közben valahogy gyorsabban elszáll az idő. De a végén mégis úgy tűnik, mintha egy örökké valóság lett volna. Van még lehetőség. Jó reggelt! Most mondhatnád, hogy lebuktam, mert már sütkint a nap, és miért köszönök jó reggeltet? Azért, mert alvókúrán vagyok, de ez most egy másik sztori. A lényeg, hogy odakint süt a nap, és ez nem véletlen, hiszen József nap most múlt el nemrég, és ilyenkor azért elvárható, hogy jó idő legyen. Reggel sosem hagyom ki a tornát, ez így lesz ma is. Edit már kint van, én is csatlakozom hozzá. Ilyenkor a reggeli torna és testmozgás címén általában különböző jóga gyakorlatokat és egyéb erősítő, nyújtó gyakorlatokat végzek, de ma kifejezetten a kertjógát fogjuk gyakorolni. Edittel azon gondolkodtunk, hogy mennyi minden teendő van itt a kertben, és hogy egyáltalán mikor fogjuk tudni ezt mind-mind elvégezni. Tudod, itt főleg így a szezon elején azért itt sok minden felhalmozódott. Nos, én remélem, hogy nem fogunk a végére járni, mert ez olyan, mint mondjuk egy házépítés, amit soha nem fejezel be, mert mindig van valami új, és a kert is ugyanezt biztosítja, ezt az örömöt. Igen, valakinek ez probléma, nekünk öröm. Emlékszem, amikor tavaly ősszel bevittem ezeket az árnyékolókat a házba. Az egy kicsit olyan szomorú volt, mert vége volt annak a szezonnak, amit itt kint nagyon élveztem. Kezdődött ugyanakkor egy másik, amit szintén élveztem, de azért, szóval erre a napra emlékezni fogok ennek a szezonnak a végéig, egészen biztos, hiszen most itt vannak újra. Van mit takarni, ugyanis ebben az évben ez az eddigi legmelegebb nap. Árnyékban 19 fok volt, vagyis van. Szóval ez itt kicsábít. Úgyhogy most már kint fogok dolgozni itt a kisházban. Még eszembe jutott valami. Úgy terveztem, hogy ez a felvétel, ez egy teljes szezont átívelő, ilyen nagyívű videó lesz, amelyben bemutatom a kert örömeit és azt a boldogságot, amit mi itt átélünk. De aztán közben rájöttem, hogy ez több órányi felvétel lenne, így még ha akkor is, hogyha csak ilyen kis snitteket mutatok minden egyes kis finom kis pillanatból. Úgyhogy rájöttem arra, hogy sokkal praktikusabb lesz az, ha ilyen szakaszokra bontom, mint ahogyan most ez a felvétel is már ezt sejteti. Szóval a kerti vlog első részét láttad, folytatjuk a következővel, most pedig elkezdek dolgozni. Igen, kérdezhetnéd, hogy mi a célja ennek a videónak, ennek a videósorozatnak? Az elsősorban, hogy saját magunknak legyen egy jó kis emlék, amit majd később visszanézhetünk és örülhetünk neki újra. Azonban van ennek egy rejtett másodlagos célja is, ez pedig egy motiváció feléd, hogy te is kerülj kapcsolatba a természettel. Amikor van egy kert, az olyan kézenfekvő, mert oda bármikor kimehetsz. De ha a városlakó vagy, akkor a közeli parkban is ugyanezt a kapcsolatot létre tudod hozni. Szóval legyél kapcsolatban, azért, mert a természet az tökéletes. És éppen ezért a tökéletessége folytán gyógyít. Mi is ennek a természetnek a része vagyunk, csak egy kicsit néha kiszakadunk belőle, és ez elég sok problémát okoz. Szóval arra kérlek, hogy
gyere, tarts velem, ehhez itt a lehetőség, hogy fel is iratkozz a csatornára, az Udvari Bolond kerti csatornájára, és akkor folyamatosan megkapod a videókat, hasonlókat, mint amiket itt látsz mellettem. Azonban, ha kíváncsi vagy az Udvari Bolondra, hogy konkrétan mit csinál, és éppen mind dolgozik, akkor pedig itt találsz több információt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartasz.